21-43-as állással folytatódik a Pécsi VSK Veolia Zalakerámia ZTE-KK alsóházi találkozó. Nem szeretném önöket untatni, de a hideges tájékoztatás miatt kénytelen vagyok elmondani a statisztikát az első fél időben. Tehát ez a 21-43 úgy alakult, hogy hazai oldalon 10-1 a tripla, vendég oldalon 8-2, és ez egy sportszerűen ugyanúgy, mint ahogy volt az első fél idő is nálunk egy német, aki most először került a pályára, mérkőzésre, ő az eladott labda után Newt Hayes Jones dobhatja a büntetőket. Tehát 34 mezőny kísérletből 19-et dobtak a vendégek, 56%, és a miénk csak 27 mezőny kísérletük volt, ez 8 darab ment be. Viszont volt 15 lepattanunk, ellenfél oldalon ez 19, míg a zalajaknál 3 eladott labda, hazai oldalon 8. A legeredményesebb játékosunk Brikics volt 7 ponttal, Ivosebb 5-tel, míg a vendégeknél Dikózi 13, illetve Wilson 10. Újabb eladott labda. De Kózinak maradt ki a dobása. Hayes Jones, Donaldson, centervez, jó labda volt. Donaldson nem emelte meg, hanem a gyűrű alá belopakodó Brikicsnek, aki faultal együtt. Hortinak ez a harmadik faultja lesz. Nézzük, Brikics hozzá tud még egy tenni. Igen. 26-43. Brikics 10 pontnál. Na, vendégek mestere, Mutapcsics mestere levetette az akóját, tehát úgy gondolja, hogy melegszik a pite, de hát bőven vezetnek német. Alapon próbálkozik. És kihagyta, ez elerőtette, erőltető időkérés lesz a vendégeknél, ha kosarat kapnak. Hayes Jones triplája, kimarad, és egy fault. Ivosev a lepattonnál ütött oda. Első faultja, és vissza is mondták azonnal az időkérést a vendégek. Ivosev nagyon mérges, ott a gyűrű alatt kérték a labdát, de hát Hayes Jones elvállalta a triplát. Ugye bíró Oli is a pályán most, de hát Wilson ott folytatja, ahol abba hagyta. 26-45. Ivosev, Brikics, gyorsabban. Távolodott a gyűrűtől, és így ki is maradt. Horthy Bálint jó szorította kifele. Az egy támad, visszakönyökölt, így van. Egy van, labdavetés közben visszakönyökölt. Wilsonnak a második faultja. És a csapatnak 2 perc alatt hama-hama 3 faultja lett. A vendégeknek, hazoldom, ugye hát Ivosevnek van egy holtja ebben a negyedben. Ivosev. De hát a többiek nem nagyon mozognak. Hayes Jones. Az jó. Első mezőny kosara. 28-45. Wilson, csak dobolcs el, 2 leütés után bekontrázott, de Kózi 15 pontnál jár,
25-47. Igen. Vérzik az előbbi visszakönyöklésnél. Donaldsonnak az arca vérzik, a szája fölrepet. Carpenter. Ivosev. Óha, hova? Csirics is mindkét kezével temeti az arcát, pofozgatja saját magát, hogy hajtja a csapatot, hajtja, és akkor ilyen labda. Nem az asszisztok számát, hanem az eladott labdák számát növeltük. Bíró Olivier fautolt. Első fautja. Csapat második. 3 perc telt el a harmadik negyedből. Dekózi bűvöli a labdát. Horthy egy nagyon messzi tripla. Igen, érgesek is, hogy mérő dobja onnan. Hayes Jones. Húha, ez nagyon messziről. És fölpörgött egy kicsit a játék. Talán a védekezésünk is harcosabb, keményebb lett. Igen, ez meglátszik most a vendégmesteren is. Ugye 23 pont is volt már. Ez apadt le 14 pontra. 3,5 perc telt el a harmadik negyedből. 31-47. Igen. Mutácsics mester kiavál egy kicsit a fiaival. Úgy látszik, hogy a szünet a hazaiaknak kedvezett. De vége is az időkérésnek, tehát nem rajzolt semmi újabb figurát. Hisz eddig, ami végigjátszottak, az ugye az jól működött. Ez az időkérés inkább arra szolgált, hogy kizökkentse a pécsi csapatot a lendületből, megállítsa ezt a rohanást. 10 pontot dobtunk, és csak 4-et kaptunk 3,5 perc alatt. Wilson, német. Horthy, megint a fél pályán. Nem reklamálni kell, nem reklamálni, nem lökni. Hát mit akart ott? Hát nem tudja megszerezni a labdát Brikic. Erre nem lehet megtanítani. Ez a harmadik fautja volt. Harmadik faut és 2 a fél pályán ezúttal is. Németnek Horthy. Wilson. És... Dekózi a triplája. 18 pontnál jár. 31-50. Ivosev. Összezártak előtte. Igen, ez így egy eladott labda. Német forgolódik és dob egy 2 pontos. Ivosev nagy lendülettel ment. Egy embert megvert, befordult. Bíró Olivért hozzák le, hát nem nagyon örül a cseréjének. Meleg Gergő. És Donaldson jön vissza, de akkor a vendégek is cserélnek. Német Ákos jön le. Parks jött be. 31-52. Egy pillanatnyi föllángolásunk volt, de hát
Milyen labdák ezek, ki kell jönni nagyon messzire, Hayes Jones egyedül. És egy eladott labda. Megpróbálta oda bevezetni a sűrűjébe, de hát összezártak előtte. Parks pattogósan. Egy dobócsel. Megvan a lepattanó. Hayes Jones vetődött be. És amíg örültünk Hayes Jones kosarának, addig Barnett is dobott egyet. 33-54. De ugye az idő az vészesen fogy. Brükic alapon Meleg Gergőt szakították egy kicsit a kezét. De Krauzinak a második fault. Jön is a cseréje. Németh Ákos személyében. Még oldal van, mondja a játékvezető. Brükic. Hát kérjétek már a labdát. Úgy van. Donaldson. Ez egy nagy lendületes zicser. 35-54. 4-15 a harmadik negyedből. Wilson. Barnett. Egy rövid volt, megvan a lepattanó. Wilson dobása maradt ki. Hayes Jones kéri itt a labdát. Brükic már nem jó. Hát régen ott kérte. Elmegy a támadó időnk. Megint egy nagyon messzi. Ha nincs senki a lepattanóért, ezzel nem fogunk meccset nyerni így. Lejár végül is majdnem a támadó. Brükic sokáig ott kérte benn pozícióba. Nem sikerült bejutatni neki a labdát. Hopp, ez egy hanyatt esős, ezzel együtt Barnett. Dobásból lesz a gól, gondolta ő is, hát igaza volt. 35-56, nem csökken a különbség. Egy fellángolás volt, amikor 14 pontra feljöttünk. Carpenter, ez egy jó tripla. 38-56. Parks. Fault. Meleg Gergő. Jókor ütött még oda. Horti révész csere. Viszont dobja be, és megint elaludtunk a védekezésnél. Ez katasztrófa ez a fajta védekezés, hogy alapbedobásnál kapjuk a sima zicsereket. 38-58. Meleg Gergőt kint a három pontosnál, egy szép zicser betörésből. Elértük a 40 pontot. Vendégek 58-nál. Alapon megint Németh átjött. Donaldsonnak a második borzalmas védekezése. Igen, ezek egyéni vállalkozások, semmi csapatjáték, ha bemegy gól, de hát legtöbbször nem megy be. Az most Meleg Gergő jó védekezése volt. Kettős csere a vendégeknél. Holton, illetve De Kózi érkezik. Wilson, illetve Barnett jön le.
nem lesznek gyengébbek. 1-44 a harmadik negyedből. Német még egy triplát elvállalt állóhelyből. És Carpenter adja el a labdát. Szerencsére ezt a vendégek is. Most Carpenter fölteszi a kezét, hogy ő volt a hibás, de hát az édes kevés, hogy valaki elismeri a hibáját. Meleg Gergő, Hoppes fault gyanús volt, Brükic révésszel, 5 másodperc, és nincs lepattanunk, nincs kosár. Dikózi, Carpentert forgatja, révész közelebb vitte, és kihagyta. És brusztoltak. Holton. Holton erőszakosan. Leszette a lepattanót. Révész kapott egy technikait? ...40-62-nél. Brükic bedobta azt az egyet, ami a technikaiért járt. 41-62. És alapvonalról jöhetünk akkor, amikor 35,7 másodperc a hátralévő idő. Donaldson. Hayes Jones, nincs három pontos, nincs lepattanó, van vendég, türelemjáték, Parks, révész jött egy elzárásra, másikra is, Parks kijátsza, és egy dudaszós tripla, Holton. Akkor lejárt a negyed, egy kegyelemdöfést még oda nyomott a csapatnak. 41-65, dobtunk 20 pontot ebben a negyedben, ami szinte dicséretes, de kaptunk 22-t is, tehát nem tudtunk közelebb jönni. És most alakult ki a mérkőzés folyamán a legnagyobb különbség. Természetesen mosolygós arcok a vendég kispadnál. Érthető, egyszer följöttünk 14 pontra, de hát ez csak egy ilyen fellángolás volt. Azt hiszem azzal a puskaporát is ellőtte a csapat, mert itt már a csoda is kevés lenne ebben a hátralévő negyedben. ...15-3... a tripla vendégeknél, 13-4... 52 mezén kísérletük volt a vendégeknek, ezt dobják 56%-osan, nekünk mindössze 41 kísérletünk volt, és dobjuk 36%-osan. 27-22 a lepattanó aránya vendégeknek, míg náluk 6 eladott labda, hazai oldalon 13. A kispad 7 pontot tett hozzá, a vendégeknél 22-t, és ami nekünk szokott menni a festékből, tehát a palánk alól, most 20 pontot hoztunk össze a vendégek, 28-at. Eladott labdából ők 8-at dobtak, és második esélyből is 8-at, míg a hazaiak 2-t.
végig vezetve. Ugye az első negyedbe ők dobták az első kosarat, kb. 20 másodperc után, ezért a 30-ból 29 perc, 41 másodpercet ők vezettek. Tehát nem fér kétség ahhoz, hogy megérdemelt a Zalajak vezetése. De nézzük, mit tudnak a fiúk összehozni most. Ivosev, Meleg Gergő, Bíró Olivér, Hayes Jones és Donaldson. Hopp, Bíróli bevert egy triplát kezdésből. ...44 pontnál járunk. Donaldson faultolt egyet, ez a harmadik faultja. Német. Parks. Révész próbált lepattanót szerezni, nem sikerült. Az egy sapka, ez szép volt. Donaldsont lesapkázták, de Meleg Gergő visszaszedte a lepattanót. 46-65. Donaldson németen, Révész elzárás. Német, egy eladott labda, Ivosev. Zicser, időkérés. ...48-65. És egy kicsit álmosabban kezdenek a Zalaiak. De hát így is nagyon tetemes az előnyük. 1-14 telt el, 48-65 a állás. És egyelőre csak csöndben a vendégek mestere, Mutavčić, most kezdett el rajzolni. Igen, gyorsan ki is törni, amit rajzolt. Újabb felállás. Wilsonnak magyarázza, hogy hova vezesse a labdát. És De Kozinak viszont, hogy hova fusson be labda nélkül. És hogy a kiasztások hova kerüljenek. Igen, zalaegerszegiek hangosan itt fölöttünk. A szembe lévő tribünön csöndesek a nézők. A keleti szektornál fiatalok szurkolnak a hazai csapatnak. Ivosev próbált labdát szerezni. Wilson kéri el, most kimaradt a Bíró Olivér, de Kozin. Ott hagyják egyedre, nem? De Kozin hozza át. Vissza Wilsonnak. De Kozin. Révészt hagytuk ott, igen, ráváltottunk. De Kozira Révész ott maradt, és köszöni. Szépen bedobta az ígyszert. 48-67. Nincs sok időnk játszani. Kellenek hamar a kosarak. Ivosev dobócsel. Bíró Olivér tovább, Velegergő. Elsőre kihagyja, másodikra bedobja. ...50-67. Bíró Olivér fautót. Második fautja Olivérnek. Csapat 2. Ugye 2 perc alatt a vendégeknek még nincs fautjuk. De Kozin. Wilson kért el. És ki a lepattanó a hazai csapatnak.
Wilson szokásos flóterre beszaladt, és egy kéz egy lábról, de ezúttal kimaradt. Bir Oliver Hayes Jonesnak. Bir Oliver jön föl. Donaldson. Ivosev oda nem jön neki rá. Úgy van. Hiába mutogat. Révész nem jön ki, viszont onnan be kell dobni. 52-67. Marad a labda a vendégeknél. Rég látott közelségben a csapat. 15 pont csak a hátrány. Révész kapta a labdát. Dekózi. Holton távolia maradt ki. Hayes Jones. Nem tudjuk gyorsan befejezni. Bir Oliver hopp, egy hát mögötti passz. Hát nem valószínű, hogy mínusz 15-nél ezt kell játszani. Meleg Gergő volt a büntető vonalnál, és Bir Oliver hátsó passza ment ki. Könnyen eladott labda sajnos. Révész. Ó, egy hatalmas zsákolás. Barnett 69 pontnál a vendégek, 52-69, 6,5 perc. Újabb eladott labda. Hayes Jones, illetve Bir Oliver jön le. Brkić és Carpenter érkezik. 15 pontra sikerült följönni, és gyorsan volt két eladott labdánk. Wilson. Kint volt még a fault, még nem kezdte meg a dobó mozdulatot. Meleg Gergő fault-olt. Második személy hibája. Wilson, Dekózi. Ivosev mellett. Aliopra föl. Barnett ismét zsákolt egyet. Igen, mindenki Dekózit figyelte. De hát ez most játék volt. Ivosevnek mondhatjuk azt, hogy jó passz volt. Donaldson szedte össze. 54-71. Dekózi dobócsel. Barnett hagyta ki a triplát, most egy két zsákolás után. Meleg Gergő zsákolt egyet. Meleg Gergő 6 pontot dobott ebben a negyedben. ...56-71-nél újabb vendég időkérés. 5-18 a hátral időt, az akár sok mindenre is elég lehet, de hát jó lenne a védekezésen még egy kicsit szigorítani és gyorsítani a támadó játékot, mert az idő ugye nem nekünk kedvez. Lehet látni, hogy amikor gyors játék van, mennek a passzok, akkor közeli zicsereket tudunk dobni. Bir Olivernek volt egy triplája még a negyed elején, de onnantól kezdve ezek a
befutásos assziszt utáni zicserek sültek. Most érdekes módon több mondani valója volt Mutarčičnak. Milyen ma a pályán. Parks fogja igen, Mutarčič most csodálkozik, hogy három időt kikérte. Nincs időkérési lehetősége már, hát ez elég korán. Több mint 5 perc van hátra, úgyhogy ő többször már nem segíthet így a fiúkon. Maximum azt az időt tudja kihasználni, hogyha Čirič mester kér időt. Wilson. Az egy kezes ezúttal is kimarad. Wilson fautolt, harmadik fautja. Reklamálják a vendégek, hogy ugyanilyen volt a túloldalon, amit lefújtak a támadó játékosnak. De nézzük Donaldsont, Meleg Gergőnek ott él messze, és kivették a kezéből. De kivetődött vele Horthy Bálint. Meleg Ergő támadta meg a gyűrűt, 6 másodperc. És labdatörlés. Miután megfogta Horthy Bálint a labdát, ezért a támadó idő 14 másodperc, hogy indulhat. Tehát birtokolta a labdát. Meleg Ergőt le. Nem Meleg Gergő lesz. Donaldson, ő nagyon nem érti. Nagyon nem érti. Hayes Jones jött be helyette. Nincs egyetértés a csapatnál. És Brikić szabálytalan elzárása. Ezt még hiányoltuk ezen a mérkőzésen. Ugye... Ez most egy támadó faut, volt 2 fautja a félpályán, van a 4-ből 3. Ami most ugye újabb labdáladásnak minősül. De Kózi. Horthy jön. Ez első megy azonnal gyűrű alá. Meleg Gergővel, és meg is oldotta úgy, hogy fautolták. Kihasználta testi erejét, Meleg Gergő fautolt, harmadik faut, és Horthy Bálint dobhatja a büntetőket. Az első negyedben volt egy támadó lepattoltan a visszapöcizése, azóta nem dobott kosarat, a büntetőket viszont jól dobja. 56-72, akkor, amikor 4-19 a hátralévő idő. A második kimaradt. Hayes Jones. Brikić. Horthy Bálint fautolt. Neki is a negyedik faut. Csapatnak a második faut, úgyhogy... Ivosev kérte el, Carpenter, Brikić megy a gyűrű felé, Ivosev, ez, faut, Ivosev fautolt, ez már dobás lesz, újabb eladott labda volt. Nagyon-nagyon nem megy a csapatjáték. Erőlködünk. Eladott labdák tömkelege. Vendégbüntető. Barnett.
Az elsőt kihagyta. 56-72. 4 percen belül. A másodikat biztos kézzel. 56-73. Hayes Jones. Ivošev. Tehát az állóháború. Most Brkić átdobta. Jól védekezett rajta Horthy. Brkić átdobta. Wilson átszáguldozott vele. És egy újabb zsákolás, ezúttal Nikolzi. 56-75. Nikolzi 20 pontos. Tehát, hogyha valakinek esetleg kétségei voltak, hát ez most elszállhatott, mert a vendégek végig uralják a mérkőzést. Minden egyes hibánkat kihasználják. Birkózunk, brusztolunk, dobunk egy két pontot így a tudaszó pillanatában, de hát ezzel nem tudunk közelebb jutni. És ez is egy egyéni akció, dicsérjük meg Hayes Jones-t azért, hogy beverekedte magát, de még mindig csak 58 pontnál jár a csapatunk. Horthy a gyűrű felé, nem, de Kózi. Ez rövid lesz, Ivošev szedte le a lepattanót, labdát vezet. Ez egy gyors játék volt, nem értek vissza. Brkić dobott egy két pontost, elértük a 60-ot, 60-75. 2-10 van vissza. Wilson. Horthy adta a blokkot. Tekózi. Ivošev faltolt. Révész és Németh érkezik a vendégeknél. Horthy, illetve Parks jön le. 2 percen belül 15 pontos vendégelőny, és De Kózi dobhatja a büntetőket. Elsőt bedobta, 76 pontnál járnak. Másodikat kihagyta. Meleg Gergőről megy ki. A szegény ember és az ág esete. A vendégek még cserélnek. Holton érkezik Barnett helyére. Egy merész tripla. Nem kellett volna még Wilsontól, de hát megint egy eladott labda. Ivošev még védekezett egyet. Ezúttal is Carpenter volt, aki próbálta átdobni. Fiatalokat hoznak be még a vendégek 1.40-nél a vége előtt. Takács, illetve Polster érkezik be, és két légiós jön le. Posner először a mérkőzés folyamán. Takács ugye kezdő volt. Révész a negyedik magyar játékosuk. Holton a egyedüli légiós. Révész. Posner. Németh. Biztatta a kispat, hogy dobja rá. Takács, csak el kell dobni, igen, bele ért Carpenter. Brkić vezeti, Carpenter. Posner rutinosan lefautolt a meleg Gergőt. Hazai oldalon is
Cserének. Farkas érkezhet a hátrajövő 1-14-re. Hayes Jones. Carpenter tripla lett volna. Hayes Joneshoz ment a lepattanó. Ő is elemeli. Az is rövid. Ott nem kell bántani. Egy labdaszerzés volt kivételesen. Melegergő. Carpenternek adják. Ő kihagyta. És megnyugodnak a kedélyek. 40 másodperc. Német. Takács. Horton még egy telehegyi triplát elvállalt. 79 pontnál a vendégek. 60-79. 20 másodperc. Butapcsics mester lepacsizott a kispadon ülő srácokkal. Át kell vinni. Úgy van. Már nagy változás nem lesz, megynek a készfogások. Óriási különbség volt a két csapat játéka között a feldobástól kezdve. Sokkal erőszakosabban, céltudatosabban és jobban dobó, jobban játszó vendégek ilyen arányban is végigvezetve megérdemeltek. Én az eredménnyel búcsúzom. Pécsi VSK, Veolia, Zalakerámia, ZTKK alsóházi mérkőzésen 60-79. Gratulálunk a vendégeknek, a fiúknak meg a hazaiknak. Nagyon össze kell magukat szedni. Én megköszönöm a megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra, viszonthallásra.